Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! Nehéz egy olyan törvénytervezetről beszélni, ami nem az, aminek látszik. Kétségtelen, hogy a devizes hiteles a 5 évvel ezelőtt megugró adóssága a családok megemelt terhei a mai napig nagyon súlyos problémát jelentenek sokaknak. A kormány már lassan 5 éve hitegeti az embereket a megoldással, de teljes körű megoldást még messze nem nyújtott. Legutóbb éppen augusztusban őszre ígérte a miniszterelnök a megoldást, tegnap tavaszról beszélt, ezután pedig nyilván majd a következő tél fog következni. A Fidesznek mindez csak arra jó, hogy hetzkampányt folytasson a bankok ellen, és szórakozzon az emberekkel. A helyzet egészen átlátszó. A kormány politikai céljaira használja fel az adósok bajait, és újabb kampányokban politikai tőkét kovácsol a folyamatos hitegetésből. Valójában a devizaadósoknak ma is havonta nő a törlesztő részlete. 2010-ben 190 forint volt a svájci frank árfolyama, ma pedig 260. A mai problémáknak már rég mind a Fidesz az okozója. Mindeközben a miniszterelnök kedvenc gazdaságpolitikusa jobb keze, Matolcsy György, a jegybank élén áldatlan kamatcsökkentési politikát folytat, amellyel folyamatosan rontja a forint árfolyamát. Na éppen itt van a kutya elásva. A Nemzeti Bank politikájának következtében ennek eredményeképpen az emberek forint megtakarításai folyamatosan gyengülnek, a fizetésük elértéktelenedik, pénzük egyre kevesebbet ér. A devizaadósok terhei viszont napról napra nőnek. Matolcsy György pedig csak profitál a forint gyengítésből. A Magyar Nemzeti Banknál felhalmozódott hatalmas nyereség az adófizető emberek pénze. Olyan pénz, ami nagyon sokszor közcélra felhasználható volna, sokféle közcélra, például adósságtörlesztésre, iskolák, óvodák építésére, az egyetemek megerősítésére. Ezt a közpénzt azonban a jegybankelnök nem fizeti be a költségvetésbe, hanem a parlament felhatalmazása nélkül a saját hobbiaira költi. Épületeket vesz, alapítványokat hoz létre, de ha éppen úgy látja jónak, kézműves műhelyt, divat bemutatót finanszíroz belőle a műpában. Ez a helyzet, kérem szépen. A miniszterelnök és a villamos feliratok a bankok elszámoltatásáról harsognak. Eközben Matolcsy György elszámoltatás nélkül garázdálkodik a jegybankban. Őt ki fogja elszámoltatni azért, hogy folyamatosan gyengíti a forintot. Abszurd kifogásokkal kibújik a Költségvetési Bizottság ellenőrzése alól, a Fidesz pedig ehhez asszisztál, mint tegnap éppen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Érdekes, hogy mennyire nem érdekli őt 200 milliárd forint közpénz sorsa. Átverés zajlik itt ezerrel. Visszaélés a devizaadósok napi gondjaival. Mi régóta azt mondjuk, hogy aki valódi megoldást akar a devizahitelesek gondjainak megoldására, annak olyan megoldást kell találni, amely a kormány, a kockázatvállaló hitelvevők és a bankok között felelősség arányosan osztja meg a terheket. Erről azonban egyáltalán nincs szó. A kormány hitegető-halaszgató politikájának eredménye az, hogy az emberek csak várják az isteni csodát. Sokan ezért nem is fizetik a törlesztő részleteket. Pedig tavaszig nem fog velük semmi sem történni, és jó esély van arra, hogy azután sem. Mindez hosszú távon pusztító a magyar gazdaság szempontjából. A hatalmas bankokra rótt sarcok, amelyről fogalmunk sincs hová tűnt, már eddig is 1000 milliárdos nagyságrendű összeggel sújtották a magyar bankrendszert. Most egy újabb hasonló teher következik, ami drámai hatással lesz a magyar gazdaságra, mert megrendíti a hitelpiacot, és hitelezési válságot fog előidézni. Tudnunk kell, ha máshonnan nem a legnagyobb magyartól, Széchenyitől, hogy hitel nélkül és a hitelezést működtető bankok nélkül nincsen működő és fejlődőképes gazdaság. A fiók bezárásokra és távozásra kényszerített bankok, amely előttünk áll, ezek helyét senki se fogja tudni átvenni. Csak a megfelelően szabályozott bankrendszer nyújt garanciát arra, hogy a megtakarítások gyarapodhassanak, és a tervekkel, projektekkel a bankhoz forduló emberek, az ügyfelek pénzhez jussanak. A bankrendszer a gazdaság gerince, olyan, mint bármely más kiszámíthatóságot biztosító intézményrendszer. Elképzelhetetlen enélkül gazdasági növekedés.
Ami ma zajlik, az a piaci viszonyok teljes szétzilálása. Ez nem elszámoltatás, ez leszámolás a magyar bankrendszerrel, ami pedig az ország hosszú távú növekedésére való leszámolás is. A kormányfő rögeszmének fogságában, ahogy az kommunista és autoriter rendszerek vezetőire mindig is jellemző volt, már jó ideje azt hiszi, hogy felülírhatja a piacgazdaság alapvető normáit, értékeit. Önök pedig, tisztelt kormánypárti képviselők, csak nyomogatják a gombokat. Ennek előbb-utóbb összeomlás lesz a vége. Úgy persze, hogy a devizaadósoknak továbbra is csak a hangzatos, de hazug ígéretek maradnak. Ez a javaslat teljes egészében nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő asszony, tisztelt országgyűlés.